Dávid, most egy kicsit több idő volt felkészülni a következő mérkőzésre. Hogyan zajlottak, hogyan zajlanak az edzések a Pécs elleni találkozó előtt? Nagyon fontos volt, hogy most egy egész hetünk van tulajdonképpen felkészülni a az előttünk lévő mérkőzése, hiszen a zsúfolt áprilisi bajnoki program, illetve az a, az a fajta zaklatottság, amit egyrészt ugye a vereségek okoztak, másrészt meg sérülések, eltiltások, betegségek, azokon túl kell lennünk, és túl is fogunk lenni. Az Új Géberen és Tiberen és Nagy Zsombin kívül mindenki edzi jelen pillanatban. Remélem, ez így is marad a, a, a bajnoki meccsig. Úgyhogy ez, ez a leges legfontosabb, hogy jó állapotba kerüljenek ezután a zaklatott időszak után a, a játékosok, de egy remek, remek visszajelzés volt az a fajta küzdeni akarás és hozzáállás az ajk ellen, ami már azt engedi láttatni, hogy az a fajta gödör, amiben, amiben voltunk így április végén, abból ki fogunk tudni jönni, ki tudunk jönni. Mit lehet tudni a Pécs játékáról? Ugye nagyon-nagyon nagyot mentek ősszel, viszont tavasszal nincsenek olyan jó formában, Persze ez nem jelenti azt, hogy ez könnyű mérkőzés lesz. A Pécsnek a játéka nem változott a az őszhöz képest. Az eredményesség talán igen, sőt kijelenthetjük, hogy igen, ugyanaz a masszív szervezetjátékot játékot lehet látni, mint az ősszel tőlük. Ugyanúgy ilyen döntetlen közeli mérkőzések vannak, 15 darab döntetlent játszott a kevés gól, kevés helyzet van a mérkőzéseiken. Nagyon nehéz ellenük megszerezni a, három pontot. tulajdonképpen azért, hogy, hogy ők leszakadtak az élmezőnytől, és inkább, inkább a 5., 6., 7. helyen Környéken tanyáznak, vagy lesznek a, a végén annak, annak köszönhető, hogy, hogy az a fajta döntetlen közeli állásoknál nem ők jönnek ki győztesen. Nekünk most az a, az a célunk, hogy, hogy ezt a. A 0-0-ról induló mérkőzésen mi nomináljunk, mit fel tudjuk, képesek legyünk feltörni a, ezt a masszív fizikailag erős, taktikailag nagyon szervezett Pécsnek a, a játékát, és olyan formát mutassunk, amit mi szeretnénk látni a csapattal. Említetted, hogy az Ajka ellen a küzdeni tudással nem volt gond. Gondolod, hogy az, ha ezt átmentjük a Pécs elleni meccsre, és picit dinamikusabb lesz a támadójátékunk, akkor meg lehet a három pont? Biztos vagyok benne, hogy, hogyha ezek a feltételek adottak, akkor, akkor így lesz. Az a fajta labdeneli játék, ami, ami szükséges ahhoz, hogy mi szerezzük meg a labdákat, jó helyeken szerezzük meg, kihasználjuk azokat a területeket az ellenfélnél, amit, amit esetleg szabadon hagynak, nehéz dolgunk lesz, de, de szükségszerű lesz, és előrefelé meg lesz az a frissesség, élesség, ami, ami kell, ami egyébként így is, így is fog történni, mert lehet látni játékosokon, hogy, hogy ki jönnek ebből a, ebből a gödörből, ki tudnak jönni ebből a gödörből, akkor képesek vagyunk egy mérkőzésen kettő-három gólt is szerezni, ami a mérkőzés megnyeréséhez feltétlenül szükséges. Hogy látod a feljutási esélyeinket? Hat vagy akár négy pont is elég lehet a feljutáshoz? a számogatni akkor kell, csak hogyha nem nyerünk. A célunk az, hogy mind az előttünk lévő három mérkőzést megnyerjük, ugyanakkor tudjuk természetesen, hogy négy pont, négy pont szükséges ahhoz, négy pont kell ahhoz, hogy, hogy a feljutás meglegyen, de elsősorban itt a győzelmet szeretnénk megszerezni, mint három mérkőzésen.